Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és a mai videóban sminkelni fogunk méghozzá egy olyan kollekcióval, ami az én kis szívemnek nagyon-nagyon kedves, ugyanis nagyon szerettem ezt a rajzfilmet, ami a Pixarnak és a Disneynek volt egy filmje, egy rajzfilmje. Először ugye kijött a Szörnyerté, és ez a mostani kollekció, ez pedig a második részének, a Szörny Egyetemnek a kollekciója. Na de nézzük, hogy mit fogunk látni ebben a videóban. Hát egyfelől megnézzük ezt az art palettát, majd mutatom a színeket. Hát én nem bírtam otthagyni, és ezt a Mrs. Squibbles-nek a pirosítóját, ez egy krémpirosító, ilyen hihetetlenül jó csomagolásban. Igen, a körömlakom az nem véletlenül rózsaszín, tehát Mrs. Squibble-nek ezt a kis fantasztikusan izgalmas csomagolású pirosítóját, krémpirosítóját fogjuk megnézni, és a palettához illő art rúst fogjuk megnézni. Na de hogyha érdekel téged több termék ebből a kollekcióból, akkor látogass el Erika csatornájára, a Sminkes Sziget csatornára, ugyanis ugyanebben az időpontban ő is kirak egy videót ezzel a kollekcióval, de ő más termékeket vett meg belőle. Ha jól emlékszem, akkor őnála megnézhetitek az ugyanilyen kis pihepuha csomagolásban rejlő Mike Wazowski highlightert, illetve a paletták közül, ő is ezek közül a kis paletták közül rendelt meg kettőt, ugyanis van a kollekcióban egy nagy paletta, be fogok róla rakni nektek képet, hogyha érdekel esetleg titeket, és ezek közül négy ilyen kis paletta jelent meg, és a kis paletták közül ő a Mike és Sally-nak a palettáját rendelte meg, illetve az ős ellenség rendel palettáját. Na, nagyon kíváncsi leszek, hogy a két palettából mit fog összehozni Erika, illetve ő is ugyanezt a rúst vette meg, amit én, ezt az ártos rúst. Na de fogjunk is bele, először is nézzük meg a pirosítót. Arra gondoltam, hogy nézzük meg ezt a nagyon kis helyes pirosítót, látjátok, hogy egészen, tehát egészen így be lehet nyomni. Tudom, már a hol videóban is így ezzel annyit szórakoztam, de egyszerűen nem lehet letenni ezt a pirosítót, és ilyen árnyalata van, van benne egyébként egy kis tükör. Hát ez egy ilyen igazi kis Mrs. Quibbles pirosító, úgyhogy szerintem nagyjából ezt a tónust szeretnénk elérni, ami itt az ő arcán látható. Hát azért ő neki egy picit világosabb a bőre, mint nekem, úgyhogy megnézzük, hogy az én bőrtónusomon mennyire működik. Itt látjátok, hogy már megszvacsoltam, ugyanis amikor a hol videót készítettem, kinyitottam, és nem bírtam neki ellenállni. Úgyhogy szerintem fog ez rajtam is működni. És arra gondoltam, hogy ha már így újbeggyel vettem fel, akkor én ezt így újbeggyel fogom felütögetni az arcomra. Szenzációs ilyen kis élénk barbi rózsaszín pirosító. De nagyon szépen el lehet dolgozni, bele lehet ütögetni a bőrbe. És az én tónusomon is látszik. Pedig szerintem ez nagyon szép lehet világosabb bőrtónuson is. Úgyhogy ez nagyon kis szép. Majd mindjárt megnézem, hogy mennyire száradt le. Ugye befejezem ezt az oldalt, és akkor visszamegyünk, megnézzük a másik oldalt. De szerintem ez ilyen jól leszáradós pirosító egyébként. Nem nagyon, csak egy picit lettem aszimmetrikus. De ezen tudunk javítani. És nem ragad. Nem ragad. Nagyon szépen leszárad, és nem ragad. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis pirosító, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. Nagyon elégedett vagyok vele. Meglátjuk majd nyilván, hogy mennyire lesz tartós. Most egyelőre én eredetileg azt gondoltam, hogy fogok rárakni porpirosítót, de az az igazság, hogy ez most nagyon szépen nekem. Nagyon-nagyon enyhén ragacsos, de megnézzük majd akkor, hogy a smink végére ez ragad-e, vagy teljesen le tud száradni, de ez a ragacsos, ez túlzás, szóval nem ragacsos, csak egyszerűen érzem, hogy nem egy por állagú termék van itt az arcomon. Na nézzük a palettát, úgyhogy így néz ki, ilyen kis pont kis tenyérbe való, nagyon kis helyes paletta. Itt van egy ilyen artnak a kártyája. Hogyha láttátok ezt a rajzfilmet, akkor emlékeztek, hogy vannak benne ilyen kis gyűjthető kártyák, olyan, mint nálunk a kosaras kártyák, csak ugye a különböző híres szörnyeknek a kártyái. Úgyhogy itt van art leírása, szerintem nagyon kis helyes ötlet, és itt vannak az árnyalatok. Ahogy látjátok, ez egy nagyon-nagyon szép kis őszi paletta, és én azt mondom, hogy szvacsoljuk is meg. Ez 8 árnyalat, úgyhogy itt a videóban meg tudjuk szvacsolni. Itt először a felső négyet nézzük, és utána az alsó négy. Ami nagyon érdekes ebben a palettában, hogy borzasztóan picik egyébként ezek a penek, de ecsettel szerintem nem lesz nehéz belenyúlni, viszont újbeggyel azért nem feltétlenül annyira egyszerű.
pedig nincsen ilyen hű, de nagy kézfejem. Na jó, de azért fognak működni ezek a swatchok. Ó, és itt van egy kis rózsaszín. Oké, ez így, ez a matt nagyon bíztató. Fú, nagyon szép. Oké, ez a metálfényű nagyon-nagyon szép, ez pedig az alsó kettő lesz, ez egy ilyen arany metálfényű, ez is nagyon bíztató, és erre vagyok nagyon kíváncsi, erre a kicsit pirosasabbnak tűnt nekem a palettában, itt így swatchban pedig inkább narancssárga. Látjátok, nekem itt egy picit pirosasnak tűnt, és ezért mondom, tehát hogyha megnézitek, nagyon nehéz felvenni belőle egy új begyre a festéket, hogy így szép swatchot lehessen csinálni, még építek rá egy réteget. Jó, azért szép, szép ez az árnyalat nagyon, egyelőre nagyon kis ősz. Jöjjön az alsó rész, ami már egy kicsit ilyen rózsaszínesebb, lilásabb árnyalatokat tartalmaz. Nagyon kíváncsi vagyok erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Igazság szerint még nem tudom teljesen, hogy milyen sminket készítek ebből a palettából, majd itt így swatchok után így kialakul bennem, mert egy ilyen nagyon szép őszi sminkbe is el lehet vinni, de hát én ezt is szeretném használni. Úgyhogy meglátjuk. Na nézzük, húzzuk mondjuk ide. Ez az a bizonyos rózsaszínes lilás árnyalat, de szép, ez is egy ilyen kis őszies árnyalat. Ez az a sötét barna. Aha, ez az a kicsit rózsaszínes, hát ez egy kicsit olyan gyengusznak tűnik, de lehet, hogy szemhéjon szép lesz. Ez viszont nagyon szép. Ez nagyon szép pigmentált. Szemfestékbázisnak a Bell Hypoallergenic szemfestékbázisát tettem fel, és akkor nézhetjük is, hogy mi legyen a szemsminkünk. Na, egy picit gondolkoztam rajta, hogy milyen sminket készítsek, mert mondjuk ez a szín, nekem ez is nagyon-nagyon tetszik, ez a narancssárgás, de szerintem ők ketten annyira nem jók együtt, viszont őt mindenképp szeretném kipróbálni, úgyhogy inkább ezt a részt fogjuk használni, de kezdésnek azért egy kicsit ilyen, ugye ez a legvilágosabb, ilyen leginkább ilyen hússzín, úgyhogy ezt fogom feltenni egy ilyen átvezető színnek, egy ilyen háttérszínnek, és a többi színt majd ebbe fogjuk szépen bele satírozni, és maga a smink, amit én elképzeltem, az egy kicsit ilyen halo eye jellegű smink lesz. Egyébként ezzel a kollekcióval én már láttam videót, de pont ezzel a palettával nem, úgyhogy ezt nem tudom, hogy ezek a paletták hogyan működnek, mert hogy konkrétan ez a paletta hogyan működik, de hát ezért vagyunk itt, hogy ezt most kipróbáljuk. Ez egy nagyon szép kis háttérszín. A mélyítő vonalba, illetve hát a mélyítő vonal fölé rakom fel. Amikor tesztelek egy palettát, mindig igyekszem egyébként minél több színt használni, hogy minél több színről lássuk, hogy mégis hogyan működik szemhéjon, hogyan működik ecsettel, vagy újbeggyel. A következő lépésnek fogom ezt az árnyalatot, és ez fog bekerülni így a mélyítő vonalomba, vagyis egy icipicit lejjebb, mint ahova ezt az előző ilyen természetesebb árnyalatot tettük. Ecseknek ugyanazt az ecsetemet fogom most használni, mert a kettő úgyis majd szépen összedolgozódik, illetve hát összedolgozzuk, és ide most nem kellenek azért olyan kis precíziós eszközök, majd talán a következő színhez fogok egy kisebb ecsetet használni. Nagyon szép ez az árnyalat. Nagyon szép, és ahogy felvittem, ez egyáltalán nem foltos. Eddig mindkettő szín a tégelyben porolt, de ugye leütögettem az ecsetről a felesleget, miután felvettem, és így egyelőre nem látok semmiféle kipotyogást. És közben persze meséljetek nekem arról, hogy ti láttátok-e ezt a szörnyertét, vagy a szörny egyetemet, mindegy melyiket, és hogy szerettétek-e vagy sem. Én nekem nagyon-nagyon nagy kedvenc rajzfilmem. Tudom, hogy szerintem itt Magyarországon nem lett akkora siker ez a rajzfilm, de én nagyon-nagyon kedvelem, szerintem nagyon jó humora van, és nagyon szerethetőek a karakterek, lehet hozzájuk úgy kapcsolódni, úgyhogy én nagyon szerettem. És akkor elkezdjük kialakítani viszont a halo formát, és ezzel a legsötétebb árnyalatba, ebbe a Just Chill egy ilyen gyönyörű, kicsit ilyen bordós-barnás árnyalat, nagyon szép tónusa van, ezt fogom a belső szemzugba és a külső szemzugba bevinni. Ehhez viszont már egy kisebb ecsetet használok, méghozzá a Turbuz Tímia Small Blending ecsetemet.
Szerintem nagyon-nagyon szép árnyalata van ennek a festéknek. Tényleg egy ilyen, hát ilyen bordós, igazi ilyen borvörös, de közben egy picit barnás tónussal. Nagyon szép. És az az igazság, most nem is vagyok benne biztos, hogy nekem van ilyen árnyalatú szemfestékem, pedig nem állok rosszul, van jó néhány szemfestékem. Ide a belső részre csak egy picit szeretnék belőle feltenni, mert azért ez viszont egy olyan árnyalat, hogy könnyen ilyen sírósá teszi a tekintetet. De szerintem nem lesz gond. És most ugyanerről az ecsetről, ugyan nem látszik, de leszettem a felesleges rajta maradt még kis pigmenteket, és egy picit jobban eldolgozom. Főleg itt a külső szélen, mert szerintem belül rendben vagyunk. Itt kint kell egy picit jobban összedolgozni ezzel a fuchsiás, lilás árnyalattal. Most, ahogy nézem, hogy így alakul a smink, egyébként lehet, hogy azt a narancsosabb árnyalatot, azt majd az alsó szemhéjra fel lehet vinni. De lehet, hogy inkább csak megismétlem a felső színeket az alsó szemhéjon is. Lehet, hogy inkább annál maradok. És majd készítek másik sminket, amiben használom azt a bizonyos narancssárgás árnyalatot, mert az is nagyon-nagyon szép. És mondjuk ezzel az ilyen bordós, pirosas, meleg, barna árnyalattal, egyébként így szemhéjon már így a barnássága az szinte teljesen elveszik. Szóval ezzel a bordós árnyalattal szerintem nagyon szépen tud együttműködni majd ez a narancssárgás is. De ez a rózsaszínes is nagyon jó. Kicsit ilyen barbi smink lesz, bár ez most ugye nem azért készült. Ezt az árnyalatot már így le is hozom ide az alsó szemhéjre, ugyanúgy, ahogy a felső szemhéjon kintre és bentre teszek belőle. Nyilván majd a leglegbelsőbb szemzugban oda kerül majd más árnyalat is, de egyelőre ez kerüljön ide. Következőnek ezt a kicsit ilyen rózsaszínes árnyalatú Dream Journal fényes árnyalatot fogom felvinni, méghozzá megint megpróbálom ecsettel, de szépen felvette az ecset, úgyhogy ez elég biztató, kérdés, hogy hogyan pakolja le a szemhéjra. Szóval ezt az árnyalatot fogom felvinni ide, erre a kimaradt részre, és dolgozom össze ezekkel a lerakott mattokkal. Szép. Szép fénye van így ecsettel is, és szépen le lehet rakni, szépen össze lehet dolgozni. Ez egy ilyen nagyon kis krémes árnyalat. Mondjuk őszinte leszek, szinte biztos vagyok benne, de hát azért majd, hogyha ez nem így van, akkor azt mindenképp jelzem nektek, de szinte biztos vagyok benne, hogy ezek az árnyalatok azért meg fogják fogni a bőrt. De nekem az az igazság, hogy az szokott lenni, hogyha még meg is fogja egy szemfesték a bőrömet, ugye főleg ezek a pirosas, rózsaszínes árnyalatok szokták, akkor is ez gyakorlatilag másnapra nekem elmúlik. Vettem az ecset élére, és akkor lent is megismétlem ezt. Mindenképp szeretnék még ebből a legfényesebb árnyalatból, legfényesebb, legvilágosabb árnyalatból a szemhéjam közepére pöttyinteni, illetve a belső szemzugba. Ehhez egy kicsit kisebb fejű ecsetet használok, és megnézzük, hogy ez mennyire veszi fel. Ez mondjuk egy Essence ecset, ez műanyag szűrű, úgyhogy nem veszi fel annyira könnyen, de ez is felvette. Ez is felvette, úgyhogy szerintem rendben lesz, fogom tudni használni. Kicsit intenzívebb legyen ez a fény itt, és szerintem nagyon szép, nagyon szépen kiemeli még jobban a tekintetet. Látjátok különbséget a kettő között? Szeretnétek, hogy hozzak még ezzel a palettával mondjuk short videót? Amiben megnézzük azt a narancssárgás verziót is, vagy mondjuk megpróbálunk egy kicsit ilyen hétköznapi sminket is készíteni vele. Úgyhogy ha érdekel ilyesmi, akkor írjátok meg nyugodtan. Vagy hogy egyáltalán titeket érdekel-e ez a kollekció? Tényleg szerettétek-e a rajzfilmet, vagy sem, és ezáltal érdekel-e titeket? Most, ahogy így dolgozom ezzel a palettával, az kezd nekem összeállni. Egyébként nagyon szépen működnek szerintem a szemfestékek, tehát, hogy nekem így minőségi panaszom nincsen.
Meglátjuk persze majd, hogy mennyire tartós, de szerintem nagyon szépek a szemfestékek. A színkombinációval kapcsolatban van egy kis, hát egy kis olyan dolog, amit én lehet, hogy másképp csináltam volna. És ez nem más, mint hogyha megnézitek, nagyon sok, nagyon izgalmas középtónus van benne. Tehát, hogy az nagyon-nagyon rendben van, tehát, hogy mind ez a burgundis árnyalat, mind ez a rózsaszín árnyalat, a narancssárgás árnyalat, szóval ezek mind nagyon szép középtónusok, viszont nincsen benne igazán mély sötét tónus, azt hittem, hogy ez a burgundis az lesz, de azért én inkább így ilyen középtónusnak mondanám, bár az is igaz, hogyha valakinek egy kicsit világosabb a bőre, akkor ez lehet, hogy rajta már egy bőven elég mélység, úgyhogy itt azért így finomítanék, viszont az biztos, hogy nincs benne szerintem elég világos, tehát hogy ez az egyetlen ilyen világosabb, fényes árnyalat van benne. Elkészült a szemsmink, legalábbis ami a szemhéjfesték részét illeti. Befejezem most gyorsan a szemsminket, és utána nézzük a rúzs. Elkészült a teljes szemsminkem, használtam hozzá a NYX-nek az Epic Inclinerét az alsó vízvonalon, a Manhattan Maybellinnek a Tattoo Linerét, és arra gondoltam, hogy most így stílusosan a Rimmelnek a Thrill Seeker szempillaspiráját fogom kipróbálni, úgyhogy ez volt az első alkalom, hogy én ezt felraktam. Majd egy kicsit még tapasztalgatom, és akkor majd mondom nektek, hogy mivel a tapasztalatom. Na és akkor jöjjön az a bizonyos rúzs, aminek szerintem gyönyörű árnyalata van. Ugye így néz ki a dobozban, ezt meg kibontottam, úgyhogy ki is veszem egy ilyen négyzetes formájú rúzs, amit bevallok, nekem a csomagolása annyira nem tetszik, viszont annyira szép árnyalata van, egy ilyen nagyon-nagyon szép őszi, ilyen kicsit ilyen rózsaszínes, ilyen bogyós gyümölcs árnyalatú rúzs. Szerintem nagyon szép, és ez egy ilyen szemimatt, azt hiszem, hogy szemimatt rúzs, de mindjárt megnézem, hogy mit is ír magáról. Nem ír semmit, ez egy ilyen egyszerűen csak azt írja, hogy rúzs. Mindegy, de nekem így a finishre egy alapvetően matt rúzsnak tűnik, de nem ilyen kopogós matt. Na nézzük. És nagyon finom illata van. Kicsit ilyen cukorka illatú. És brutális fedése van. Hát lányok, ez a rúzs, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Egyfelől a színe gyönyörű, nagyon könnyű volt felvinnem, tényleg így egy húzásra teljes fedése van. Azzal az egyel kell ugye vigyázni, mivel hogy egy ilyen nagyon-nagyon élénk rúzs, ezért, hogy az ember ne menjen ki a szája szélén, de egyelőre ugye eléggé kis hegyes a csúcsa még, úgyhogy ezzel tudtam így egy kicsit manőverezni, viszont egyébként valószínűleg emiatt az egyetlen egy ok miatt használnék hozzá szájceruzát, de ez nem fog elmászni. Ez szerintem nem fog elmászni. Viszont így most ezzel a rúzzsal és az erős szemsminkkel egy picit nekem meggyengült valahogy ez a pirosító. Szerintem nem fakult ki, csak egyszerűen ugye a mellette levő színek miatt egy kicsit olyan gyengébbnek tűnik, úgyhogy ez gyorsan vissza. Egy kicsit jobban felépítjük. És lehet is építeni. Valószínűleg azért így teljes napos hordásra, most nem fogok nektek még itt felrakni rá másik porpirosítót, mert azt szeretném, hogy lássátok, hogy magában ez a pirosító hogy néz ki, milyen árnyalat, de erre azt mondanám, hogy azért így a teljes napos viseletre mindenképp érdemes hozzá szerintem egy porpirosítóval lefixálni. Elkészült tehát a teljes smink, úgyhogy akkor értékeljünk. Először ugye a pirosítót használtam, a pirosítót tettem fel, a csomagolása az nekem 10-ből 10-es, és maga a termék is. Az az igazság, hogy nekem ez a termék nagyon-nagyon tetszik, szépen lehetett építeni ezt a pirosítót, nem volt elsőre mégse túlzottan erős, és én nem szeretem, hogyha az ilyen krémes pirosítók, azok ilyen nagyon fényesek az arcom, mert ugye nekem egy kicsit zsíros a bőröm, és ezáltal így túl sok tud lenni a fény, ez nagyon szép. Ennek szerintem nagyon szép ilyen természetes finise van, úgyhogy inkább a matt irányba hajlik. Egy biztos, hogy ezt azért egy teljes napos hordásra szerintem le kell fixálni valamilyen púderrel, valamilyen porral. Úgyhogy alapvetően én ezt nem bántam meg, nagyon kis helyes pirosító fogom még használni, az csomagolása meg
nem mondom el többet. A szemfesték paletta, amellett, hogy ez is egy ilyen nagyon kis cugi szemfesték paletta, szerintem egy nagyon jó csajos, ilyen kis őszies paletta ezekkel az árnyalatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen el lehetett csatírozni ezeket az árnyalatokat. Nem potyogtak magában a penben, magában a tégelyben. Amikor felvettem az ecsetemre, akkor egy picit tudtak porolni, de ugye azt le lehetett róla ütögetni. A fényes árnyalatokat is fel lehetett vinni ecsettel, ez nem minden Revolution formulával van így, úgyhogy ezt azért szeretem a Revolution palettáknál kiemelni, ahol ez tud működni, úgyhogy szerintem ezek is nagyon szépek. Számomra egyébként szép különleges árnyalatok vannak benne, egyetlen egy problémám van tulajdonképpen a palettával. Talán ez a legvilágosabb árnyalat belőle, de egy ilyen igazán világos árnyalatot nem tartalmaz, úgyhogy ha valakinek ilyen nagyon fehér bőre van, ahhoz azért nehéz lehet ezzel a palettával sminket készíteni, de egyébként meg egy nagyon szép ilyen kis őszies paletta, illetve ez az árnyalat, ez a tónus, ez a Just Chill tónus, nekem most ez van ugye a külső és a belső szemzugomban, ez azért jóval sötétebbnek tűnik itt a tégelyben, mint amikor felvittem a szemhéjamra, és ezáltal egy olyan igazán nagy mélységet nem lehet vele elérni. De egyébként azt kell, hogy mondjam, nem bántam meg ezt a palettát, mert ahogy említettem, nagyon szeretem ezt a rajzfilmet, nagyon cuki ez a paletta, és egyébként nekem tetszenek az árnyalatai. Ami szerintem gyönyörű, az a rúzs. Nekem nagyon tetszik az árnyalata is, a csomagolása. Na, itt viszont a csomagolása annyira nem tetszik, viszont a benne levő termék meg nagyon, egy ilyen nagyon szép matt rúzs, azt érzem, hogy ez azért, hát, ez le fog kopni, tehát, hogy ez azért egy evéstől, ivástól azért így kopik, de nem fog ilyen nagyon hamar. Szerintem ez azért nem lesz egy ilyen nagyon hamar kopós rúzs, úgyhogy ez biztos azért napközben például újra kéne tenni, de gyönyörű árnyalata van. Tényleg, nagyon-nagyon szép, hihetetlen jó fedése volt. Nem fog viszont kifolyni itt a pici ráncocskákba, így a bőrredőkbe, úgyhogy nagyon jó kis rúzs. Nagyon-nagyon jó kis rúzs. Nem maradt más hátra, lányok, mint hogy gyerünk Erika csatornájára, hogyha esetleg még nem voltatok nála, akkor nézzük meg, hogy milyen sminket készített Erika. Higgyétek el, én se láttam még, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az ő tapasztalata ezzel a kollekcióval. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!